One. Sportosat. Irodónk vendége Bácsi Péter, az FTC kétszeres Európa-bajnok birkózója. Gratulálok! Köszönöm szépen! Mikor tavaly ősszel itt Budapesten rendezték a birkózó világbajnokságot, akkor gondolom nem gondoltál arra, hogy visszatérésed nemzetközi szinten egy aranyérem lesz. Azért ez nem igaz teljesen. Azért nyilván voltak még éremszerzési szándékaim. Jó, csak hogy rögtön egy arany lesz. Igen, hát ez jól alakult, de hát nyilván ebben benne van az is, hogy kedvezően alakultak a súlycsoportok, illetve azért most már egy kicsit alkalmazkodtam az új szabályokhoz is, úgyhogy azért ez ennek is betudható. Most már csak egy rossz állam akkor a budapesti VB? Így van. Azért nagyjából túltettem magam rajta, nyilván azért elfelejteni ezzel nem fogom egy jó darabig. De hát az új arcodat is meg lehetett ismerni, ugye kommentátorként is közreműködtél, ugye? Igen, hát ezzel így próbálom nézni ugye az előnyesebb részét is, vagy igazából tényleg egy új területen is megmérettethettem magam. Egy érdekes feladat volt ez is, nyilván azért az első napokban egyébként úgy még egész jól el voltam, de amikor a kötött fogásra került a sor, akkor azért már nem volt olyan jó érzés onnan nézni a versenyt. Ott lettél volna inkább a szőnyegen. Természetesen. Tehát vonzott, hívott a szőnyeg, hogy gyere. Így van, így van. Rendben vagy most már? Teljesen? Most úgy érzem, hogy rendben van, nincsen semmi probléma. Ilyen apró sérülések azok mindig vannak. Most is volt azért ugye a felkészülés során egy-egy ilyen apró húzódás, de szerencsére most a komoly sérülések elkerültek. Nagyon kijött neked ez az Európa-bajnokság. Nem szokás birkózóknál, ugye általában boxolóknál szoktak, de most itt valami összeadták, hogy hány pontot csináltál, az összes ellenfeleden, míg ők mennyit, aztán valami nulla a vége, vagy? Igen, 35-0 lett a vége. Ilyet nem szoktak egyébként birkózóknál csinálni? Én sem szoktam, engem is igazából így meglepetésként ért, tehát én sem számoltam. Persze jó azért ránézni erre az eredményre, de azt gondolom, hogy különösebben ilyen bármiféle jelentésnek tulajdonítani nem kell, az tény, hogy nagyon jól ment a bírkozás. Annak nem lehet, bocsáss meg, jelentőséget tulajdonítani, hogy egy pontot nem csinált rajtad senki? Az saját magamnak egy jó visszajelzést, de most az, hogy most én úgy nyerek Európa bajnokságot, hogy mondjuk egy pont differencia van a kettő között, vagy tényleg 35, én szerintem nincs különbség. Nyilván a teljesítmény, tehát az magam felé egy jó visszajelzés, hogy én tudtam nagyon sok akciópontot csinálni rajta, meg egyet se. Tehát ez mindenképp egy jó visszajelzés abban a szempontból, hogy jó volt a felkészülésem. És miért nem tudtak rajta egy pontot csinálni? Minden összejött. Tehát igazából ez tényleg ennyire egyszerű. Már az első meccsen éreztem, hogy amikor túl voltam rajta, hogy jól ment a birkozás, és szép fokozatosan. Tehát a sorsolás is úgy kedvezően alakult, mert tényleg úgy az erősebb ellenfelek egymás után jöttek. De tényleg nagyon, nagyon jól alakult az egész, és hát jó formában voltam. Meg lehet ezt még őrizni, ezt a formát? Én nagyon bízom benne. Most úgy érzem, hogy egy kicsit változtattunk ugye a felkészülésen, kicsit több pihenővel ez csinálom mit jelent? Végig. Még mások futnak, te addig moziba mész? Azért ez egy kicsit erős, de megbeszéltük ugye a Struhász Gyuribával, hogy most már nem birkózom napi kettőt például, és nem kétszer így ilyen csúcsra járatott edzés, hanem egy birkózó edzésre koncentrálok nagyon, és azt nagyon jól elvégzem. A másik edzés az pedig inkább valamilyen erő vagy állóképességi edzés. Tehát nem azt jelenti, hogy többet pihenek, hanem másabb eredményeket végzek. Korod miatt? Bocsáss meg. Így van, hát nincs mit szégyelni ezen, azt gondolom. Tehát, hát mi csak 31 vagy, de hát nem vagy még... Igen, még... Tehát nem arról szól a dolog, hogy nem bírom a munkát, hanem inkább az, hogy talán több pihenőre van szükségem. És úgy érzem, hogy ez egy jó taktika. Ugye korábban ugye tavaly Kis Balázs is már ez szerint edzett, és ugye neki is tavaly bevált. Igen. Idén sajnos ugye ő egy sérülésre szenvedett, és azért nem jött össze neki most szerintem a jó eredmény az Európa-bajnokságon, de szerintem a világbajnokságon ő is javítani fog. Ahogy ő fogalmazott, ugye múlt héten volt a vendégünk, Kis Balázs ugye hibázott, elkapkodta. Azzal... Úgyhogy ő feltette a kezét, hogy ezt ő rontotta el. Igen, de hát mondom, tényleg azért egy elég nehéz felkészülés volt, igen. Nagyon sokat kellett kihagyni. De most nem akarta a sérülésre hivatkozni, hogy kihagyott X heteket, most azt mondta, hogy ő kapkodta el. Hát igen, benne van az is, hogy hibázik az ember persze, de azért azt tudni kell, hogy a Balázs azért jellemző az, hogy ő azért higgadtan szokta megoldani, meg tényleg fejből nagyon ott tud lenni a szőnyegen. És te? Most én is.
Ezt most tényleg úgy mindent sikerült összeraknom. Ennyit számít a családi háttér? Megváltozott családi háttér? Lehet, hogy ez is benne van. Én nem gondolnám, hogy most ez volt az, ami befolyásolta. Lehet, hogy így milyen lelkem. Hát milyen cikkek is megjelentek, hogy ugye tudod, hogy augusztusban ugye megszületik a gyermeked. Tehát úgy minden úgy egy kicsit átrendeződött a magánéletedben. Igen, hát ez egyértelmű, hogy azért ez egy nagyon nagy öröm számomra, tehát ezen nincs is mit tagadni. Nem tudom, hogy ezen mennyire van teljesítménynövelő hatása. Elképzelhető egyébként. Másabb az biztos, lettél, hogy nagy örömet. Vagy ugyanúgy állsz a munkához, korábban is ugyanúgy 100%-osan álltál, tehát igazából nem lehet így tetten érni a különbséget a két bácsi között. Nem, szerintem nem. Minden esetre jó sikerült az Európa-bajnokság, neked is, és a magyar csapatnak is, ugye volt még egy aranyérem, úgyhogy jó szájzre jöttetek haza Finnországból akkor. Igen, és azért ne felejtsük, hogy a szabadfogás is azért szerintem elég szépen szerepelt két bronzéremmel, és hát azért elég jó teljesítmény. Igen, ne lőjük le ugye, azért a témát, mert ugye héten jön a Gulyás István is, de az gyorsan tegyük hozzá, hogy két olyan versenyző szerzett bronzérmet a szabadfogásoknál, akiket azóta már meg is műtöttek, sőt, az egyiknek még a VB-t is ki kell hagyni, tehát... Igen, ez egy sajnálatos dolog, de... Ennek ellenére így van. És ugye a érmes csatán egy olimpiai ezüst, illetve egy olimpiai bronzérmest vertek meg, tehát nem akárkiket, de ne lőjük le a poént, majd megnézik héten a Gulyás Pistával a beszélgetést. Most maradjunk a bácsi Péternél, hazajöttél, pihenés? Hát ez volt a terv, hogy két hét teljes pihenő, ugye... Hát sikerült lebetegetnem, mint hogy azért a hangomon is lehet hallani, úgyhogy egy kicsit azért ez így visszavett a pihenőmben, illetve hát azért szerencsére nagyon sok felkérés, illetve ilyen szereplés van, amire elfogadtam a meghívást természetesen, és igyekszem minden felkérésnek eleget tenni. De nem lesz olyan, mint a Bárdos is, Anyi? Nem. De azért remélem, nagyon sokszor fognak meghívni az ilyen műsorokba. De csak a sport miatt? Az hát eredmények nyilván, miatt? Persze, egyértelmű. 80 kiló, 75 kiló, mi lesz veled 75 kiló? Le kell fogynod, ugye? Nyilván. Világbajnokságra gondolok itt. Hát a cél az elsődlegesen ugye az olimpia, a riói olimpia. Ugye, mint tudjuk, ugye 80 kiló sajnos nem olimpiai súlycsoport. Így egy két választási lehetőségem van, ugye 75 vagy 85 kiló. Ugye tavaly pont ezzel szenvedtem, hogy 85 kilóban egy kicsit kevés a súlyom, alacsony vagyok, tehát ott egy kicsit nehezebb dolgom van, illetve több időre van szükség azért egy súlycsoportváltáshoz, és mint ugye már említettük, azért a koromnál fogva azért nagyon sok idő nincsen erre. Ugye nyilván itt a legkézenfekvőbb az, hogy 75 kiló, korábban ugye 74 kiló volt, az már nagyon sok volt, hát most nyertem egy kilót. Ez számít? Hát egy kiló is nagyon sokat számít. Igen. Tehát, nyilván jobban örültem volna, aminek előzetesen szó volt, hogy egy 77-78 kiló, igen, korábban igen. Erről volt szó, hogy az lesz az olimpiai súlycsoport. Ugye végül a 75 kiló lett, azt gondolom, hogy örülnem kell ennek az egy kilónak is. London olimpia, bevillan még? Hát az egy örök élmény marad. Sérülés ellenére. Igen. Ezt tudod, miért hozom szóba? Mert sokan azt mondták, azt nyilatkozták is szakemberek, hogy a nagyon sok fogyasztás miatt lettél sérült, és meg is vagy annyira sérülékeny. Igen, ez elképzelhető, hogy benne van. Ugye korábban is azért fogytam, az is tény, hogy ugye minél idősebb az ember, annál nagyobb a veszély egy ilyen sérülésnek, annál jobban megterheli a szervezetet a fogyás. Jobban oda kell figyelni körültekintőbben, és azt gondolom, hogy ezért ez megerőzhető. Uh-huh. Akkor nyugodtan lehet, hogy 75 nem fogsz megsérülni azért, mert hogy fogytál. Bizony, nagyon hogy... Mert ugye a szervezet csak reagál, hogyha már túl sokat le akarom belőle szedni. Pont ezért is beszéltünk meg ugye ezt a módosított edzés munkát is, hogy ezeket megelőzzük, ezeket a sérüléseket. De azért most még 75 kilóra is beszéljünk, ugye? Az már rémálmaid lesznek, ugye, igen, mikor majd eljön az a... Az egy nagyon-nagyon nehéz időszak lesz. Legyek sportszerűen is kérdezzem, hogy hány kilóról? Nem titok ez. Most jelenleg olyan 85 kiló környékén van a normál súlyom. Ezt egy jó étrenddel le tudom vinni, úgy érzem, egy olyan 82 kiló környékére, és onnan már egy drasztikus módszerrel kell majd levinni. Az lesz az, ami már úgymond a rémálom kategória. De az is 8 kiló, 7 kiló, ami drasztikusan.
Igen. A semmiből levinni 7 kilót. Nem egyszerű feladat, az tény, de hogyha az ember ugye az álmairól beszél, egy olimpiai szereplésről, illetve egy olimpiai éremről, akkor azt gondolom, hogy megéri. Pszichológusok szokták mondani mostanság, hogy lehet, hogy ez is baj, hogy nem tudunk olimpiákon kiteljesedni, mert nagyon keményen kell fogyni. Az, aki nem csinálta, hogy semmiből még le, az nem tudja. Én csináltam annó, tehát tudom azt, hogy az mivel jár. És akkor az ember, mikor hozza a súlyát versenyen, rááll a mérlegre, akkor tulajdonképpen úgy érzi, hogy nyert, megnyertem a versenyt. És ez valami szinten igaz is egyébként. És utána kezdődik pedig csak a verseny. Tehát azzal, hogy hoztuk a súlyt, nagyon megszenvedve, álmatlan éjszakákon keresztül, de hoztuk, lefogytunk is. És jól lakunk hirtelen, és már nem tudunk ezért úgy harapni se. Az egy dolog, hogy fizikálisan olyan, amilyen, lehet attól még jó, de mentálisan, ezért szokták pszichológus mondani, hogy nem biztos, hogy ez eredményes lehet ez az út, mert jól lakunk. Hát azért egy pára már átszáfoltam, úgyhogy de ez volt sok példa, tehát negatív is, igen. Ezért félnek ettől, hogy lehet egy ilyen negatív hatása is ennek. Ez lehet pozitív is, ezért kellenek a pszichológusok, hogy ezt rendezzék. Van pszichológusod egyébként? Így van, dolgozunk többen is együtt, van sportpszichológusunk, úgyhogy ezt is hozzátesszük. Le kell küzdeni, de tudni kell, hogy ezzel még semmit nem értetek el, hogy lefogytatok. Most jön a munka. De azért egy nagy megkönnyebbülés, amikor tényleg az ember áll, és túl átesik a mérésen. Ez egy külön trauma, nem? Hát igen, aztán ugye nyilván ott együtt a sorsolás is minden, úgyhogy az ez egy megkönnyebbülés akkor már. Jó, felejtsük még, ugye? Még egyelőre tegyük fel, igen. Indulsz a magyar bajnokságon? Na most lesz majd, ugye? Május? Igen, május 4-én lesz a magyar bajnokság. 80 kiló? 80 kilóban, igen. Az nem okoz gondot? Nyilván arra is azért oda kell figyelnem, egy kicsit rendezek el a súlyomat. Mert 5 kiló azért ott is van. Igen, hát az 5 kiló leadás az körülbelül annyi, hogy pont ilyen dinamikusnak érzem magam, tehát még jól érzem magam. Így 80 kilóig egyébként abszolút gond nélkül le tudok fogyni. Utána kezdődnek már egy kicsit a nehézségek, de még azért alá is még egy kicsivel alá tudok menni, aztán utána már azért jönnek a nehézségek. Akkor van jövő héten edzés? Vagy még pihi? Hát csak a magyar bajnokság miatt kérdezem. Hát a héten még, van még pihenő, jövő héten már azért munkába állok. Nyilván ez nem egy 100%-os terhelés, de hát azért egy óvatos munkába állás, de most már szükséges. 80 kilóban még nincs magyar bajnok. Ugye? Mert ez egy új súlycsoport. Igen. Igen, ez az első magyar bajnokság. Hát ugye lehetett azért az EB-n is látni, hogy azért mindenki úgy keresgéli még a súlyát, meg hát ugye tényleg ezek az új szabályok, új súlycsoportok azért még kicsit rendezni fogják a mezőnyt nemzetközileg is. Erős volt egyébként a mezőny? 80 kilóba? Tehát az egész EB-n egész erős mezőny volt, 80 kilóba is. Talán mondhatom azt, hogy jól jelzi ezt, hogy ugye 80 kilóban például több induló volt, mint az olimpiai súlycsoportnak számító 85 kilóban. Hány ismerős arccal találkoztál? Arra gondolok, akikkel annól 74 kilóban találkoztál. Nem számoltam még össze, de azért egy jó pár volt. Ugye hát elég, hogyha csak a döntőt említem. Ugye ott a török versenyző is 74 kilóban nyert két világbajnokságot. És most egy pontot nem csinált rajtad? Nem. Szerencsére nem. De azért ezt elmondhatom, hogy talán korábban se nagyon. Nem? A stílusa fekszik neked? Valahogy nem tudom miért, tehát nyilván de azért ezt látszik, hogy tehát az eredménye mutatják, hogy egy klasszis versenyző. Ezek ellenére azért mindig, amikor mi birkoztunk, akkor addig én nyertem. Az új szabályok akkor neked bejönnek teljesen? Egyre jobban fekszik. Nekem is nyilván alkalmazkodnom kellett ezekhez az új szabályokhoz, és úgy érzem, hogy azért ez most már lassan sikerül. Kedvenc dobás? Nincsen kedvenc dobás, amikor azt mondom, hogy amit sűrűbben alkalmazom, ugye állásban általában az egy váldobás, amit szoktam, de most azért az Európa-bajnokságon azért több dobást is tudtam csinálni, több fajtát, úgyhogy ez is egy külön öröm számomra, hogy tényleg azért elég sokfajta akciót sikerült csinálnom. Súlykoljátok sokat, mi? Edzésen?
Hát persze, nyilván erről szólnak az edzések. Hogy lehet? Igazából kellene, nem is nagyon tudok védekezni. Nincs az, hogy jaj, jön a váldobás specialista, és akkor kitalálok ellene egy kontrát. Akkor ellened nem is lehet nagyon akkor felkészülni? Hát a törökök olyan módon készültek föl, hogy ilyen, valamilyen olajos masszába bekenték a versenyzőt, mert az első pillanatban... De azt nézze lehetett. A bíró. Én szóltam a bírónak, nem nagyon törődött vele. Nekik ez volt a felkészülésük. Ne tudjál rajtuk fogást. Igen, hát korábban ugye, mint mondtam, hogy már többször bírkoztunk, és állásban is, például rajta is elsütöttem ezt a vádomást, úgyhogy gondolom ezt próbálták meg kiküszöbölni ezzel. És akkor mit kapott? Milyen dobást kapott büntiből? Hát sajnos semmilyet, ugye nem is tudtam rajta akciót csinálni. Tehát az látszódott az egész verseny során, hogy ő is jó formában volt. Számítottam is arra, hogy nagyon nehéz meccs lesz, és ugye ezt utólag így mondhatom, hogy tényleg a legjobb, nehezebb ellenfelem volt. Ugye sajnos egy ilyen szűk, egy pontos győzelem sikerült csak ott, de hát azt gondolom, hogy ez azért ez nem olyan nagy baj. És úgy küzdötte végig, hogy a testbe volt kenve, gondolom. Igen, és hát nyilván, amikor elkezdett izzadni, akkor azért ez fokozódott. Igen, igen. Szünetben megint rákentek egy kicsit? Nem, akkor nem, hát a szünetben ezt nem lehet megcsinálni. Taktikusan csinálták, amikor följöttek, akkor igazából csak úgy tehát lehetett egy kicsit ilyen mentás, vagy nem tudom milyen, tehát hogy egy valamilyen ilyen masszázsolaj, vagy nem tudom. Idővel fejtette ki a hatását, és tehát, akkor utána. Igen, de hát, hogy hallottam, azért ez több versenyzőnél is azért elsütik, tehát... És mi mit szoktunk elsütni? Van nekünk is valamilyen kis... Például mondjuk egy ilyen vádobást, vagy valami ilyesmi. Nekünk nincs semmiféle ilyen kis ügyeskedés. Nem, inkább a tisztességes utat választjuk. Oda megyünk és oda vágjuk. Így van. Hogy fogsz lazítani? Hogy fogsz kipihenni? Régóta szeretnék például eljutni horgászni. Nagyjából 2 éve. Mert bízom, hogy most már ezért el fog jönni az idő, és tényleg eljutok horgászni. 2 éve nem tudtam elmenni. Ebben azért megmondom, hogy van egy kis lustaság is, mert azért nekem mindig egy macerás, mert mindig bepakolni, kipakolni, tehát úgy szeretnék elmenni, hogy tényleg nyugiba, akár egy pár napra. De erről még nem volt most lehetőségem. De most tervezed akkor? Tervezem mindenképp. Meg egy pár nap ilyen teljes kikapcsolódást valahol. Megvan már egy kivel? Vagy kikkel? Nyilván a párommal szeretnék, majd a kettesben, igen. Horgászni is? Remélem, nem egy ilyen horgászpárti, de, most azt mondta, hogy ő szívesen eljön velem és elkísér. Hely? Esetleg megvan már, hogy hová menjél? Még ez sincsen, tehát nincsen semmi tervem, még csak az, hogy menni. Igazából ennyi. De az, hogy hová, mire, még akkor nincs. Az még sem. Nincs meg. Ne is kérdezzem, hogy most. Egyenlőre nem, de ötletet elfogadok szívesen. Szeretnek egyébként a birkózók horgászni? De a csapattársak közül van olyan, aki... Horgász? Bunyósok között párom. Volt sok, ugye Erdei Zsolt, Nagy Jani, csak hirtelen 2. Igen, hát aztán talán az egész csapatra mondhatom, mondjuk a kis Balázs kivétele, ő nem egy nagy horgász, de egyébként amikor Tatán vagyunk, ő is szívesen kijön oda a tópartra, de egyébként ha jól tudom, előnéztem, ő pont most ment el horgászni, legalábbis terve volt neki, hát nem tudom, hogy most így az időjárás mennyire befolyásolta, de ő nagyon tervezte, és ha jól tudom, ma el is ment. Akkor nem beszéltétek meg, hogy együtt beszélt. Hát, hogy egész évben együtt vagytok, éjjel-nappal együtt vagytok bezárva. Szó volt róla, csak... De ilyenkor nem baj, hogy egy kicsit külön vagytok, nem? Nem ez volt az oka egyébként. Valahogy ezt így nem egyeztetek. Ugye ő meg korábban lebeszélte, hogy elmegy erre a helyre horgászni. Nekem én meg így annyira nem terveztem be ezt a programot most. Nem unjátok egymást néha? Nem mondanám, hogy unjuk egymást. Én azt gondolom, hogy nagyon jó társaságban tényleg egy összetartó csapat vagyunk. Talán ennek is egyébként betuhalhatók a sikerek, mert azért tehát egyértelmű, hogy szükségünk van egymásra. Ugye Magyarországon azért viszonylag kevesen vagyunk, mint birkozók ugye a válogatottban. Tehát ezért egymásra vagyunk kényszerülve, és tényleg érdeki mindenkinek, hogy jóban legyünk. Ugye az EB-n 80 kilóba léptél szőnyegre, de azért 75 kilóban is ott volt egy magyar birkózó, aki nem is szerepelt rosszul, 5. lett, bronzért mérkőzhetett, Szabó Lacika, a vasas versenyzője. Ő? Én nem is azt mondanám, hogy nem szerepelt rosszul, hanem azt mondom, hogy kifejezetten jól szerepelt, főleg úgy, hogy látva a birkózását tényleg azért
látszik is a fejlődés, és tényleg jó embereket vett meg, úgyhogy ráadásul akciókkal, úgyhogy hogy tényleg azt mondom, hogy egy nagyon jó teljesítmény. Na, VB-re te mész, vagy most akkor harc lesz itt Szabó László és Bácsi Péter között? Nyilván a válogatottságért meg kell küzdeni. Majd eldönti a szövetségi kapitány, ugye nyilván ő fogja kimondani a végső döntést. De ő még egy fiatal feltörekvő, ugye? Így van, hogy fiatal versenyző, és tényleg úgy látom, hogy elég motivált és elszánt, úgyhogy ővé lehet a jövő. Ővé lehet a jövő. Majd idővel majd átadod neki ezt a stafétabotot. Tanítod egyébként? Tényleg, jól tudom, most már tavaly május óta otthon válogatott Talmosmegyre gyakrabban. Ilyenkor hogy fogadjátok ti, régiek? Ugye téd volt a 74 kiló, 75 kiló most ugye, és akkor jön valaki a tesú csoportodba és odaadja a válogatottba. Hogy fogadod az ilyen emberkét? Nincsen különösebb fogadat, tehát ugye ugyanúgy edzünk együtt. Jó, de nem néz rá fel, de szemben, az engem akar kiszorítani, az én pozíciómra hát tör, azért van itt, ráadásul azért van itt, hogy engem kiszorítson. Igen, hát ugyanúgy kerültem én is a válogatottba, tehát nyilván ez elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb valakinek a helyébe lépnek. Nekem is jó egyébként, hogy egy új edzőpartner, egy új... De így fogta, így fogadtad a Szabó Laci érkezését a válogatottba? Jó? Végre lesz egy jó edzőpartner, egy új edzőpartner? Nyilván nekem ez mindenképp előnyös. Hát nyilván most én most, hogy 80 kilóba birkozom, én néha inkább egy kicsit fölfelé tolódom, és a nagyobb súlyokkal birkozom, de hát együtt is szoktunk tényleg sokat edzeni. Tehát abszolút nincs semmilyen ilyen ellenséges viszony köztünk. De olyan sincs, hogy átadok egy-két fogást, egy-két ne, hát egyértelmű, hát ha küzdeni kell, akkor küzdeni kell. Tehát nincs ilyen előzékenység, hogy most akkor dobjál el. Majd ha visszavonultam, akkor a legfeljebb adsz neki egy-két ötletet, nem? Ja, ötletet nagyon szívesen adok most is, persze. Tehát ha valaki meg kell, hogy segítsen, nagyon szívesen segítek neki. Az újak mennyire veszik fel ritmust a válogatottban, mert ugye nagy hajtáson, keményen dolgoztok edzéseken, mennyire tudják ezt fölvenni az újak? Mennyire kell nektek, öregeknek cseszegetni, noszogatni őket? Nem kell őket, azért belerázódnak szépen lassan. Az elején persze szokatlanabb nekik egy új inger tulajdonképpen, egy fokozott terhelés, de hát azért mi is ugyanígy kerültünk be, megszokja az ember, aztán utána már ugye teljes értékű munkát tud végezni. Idén a VB-ig lesznek versenyek, akkor csak 80 kilóban? Igen, hát az a terv, hogy nem nagyon fogok lefogyni. Ezt majd meg kell beszélni a szövetségi kapitánya, hogy lesz majd a további. Akkor még a versenynaptárt még nem láttad, hogy hova kell magát a versenyeket, azokat nagyjából tudom, hogy lesznek. Itt igazából majd az egész felkészülés még át kell beszélni, ugye az egész edzésmunkát, majd az edzőtáborokat, hogy meg mint, úgyhogy ez majd még a későbbiekbe fog majd. A VB szeptemberben lesz, ha jól tudom, ugye? Igen. A kis csemetéd augusztusban születik. Fú, akkor már edzőtáborban leszel keménye. Igen, hát ez egy számomra is meg egy ilyen kérdője, hogy hogyan lesz, de hát azért nagyon remélem, hogy sikerül ezt összehangolni a két dolgot. Ott szeretnél lenni a szülése? Természetesen. Arra az egy fél napra, nem egy napra. Talán fél napra, talán a Stulás Gyuri elenged. Igen, majd ezt is meg kell beszélnem, de azért azt gondolom, hogy megértő lesz ebbe a... Családi fészek egyben van egyébként? Tehát ház, igen, együtt laktok, minden rendben van akkor, ugye? Rendben, igen. Most már csak könnyű, hogy akkor fejlődjön, és akkor augusztusban akkor. Hát igen, akkor neked a augusztus akkor egy kicsit húzós lesz minden téren. Hát érdekes lesz, az biztos. VB-re való felkészülés, a finiséhez érkezik augusztusban. Fú, megint a súly, akkor már fogynod is kell, ugye? El kell kezdeni szép lassan. Igen, hát mindenképp oda kell figyelni. Izgalmas lesz a nyár, akkor számodra. Nem fog unatkozni, abban biztos vagyok. Tudod, mit most mennyi gyorsan pihenjél, horgásszál, és tényleg ne is gondolj semmire. Jó? Igyekszem. Kicsit most hát tényleg rám fér úgy ez a lazítás, most már betegségből is kezdek kilábalni, úgyhogy most hát tényleg jó lenne egy kicsit pihenni. Jó pihenést kívánok. Köszönöm szépen. További sportosat. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség.
a Dino Sport híradó autós partnere, a Premium Autóház Kft. A Dino Sport